A Mercantil Bankliga 24. fordulójában együttesünk a 12. helyezett Szolnoki Mád FC csapatát fogadta. A Békés Csaba elleni hazai sikerünk óta nem rendeztek bajnoki találkozót, hiszen az előző forduló a rossz időjárás miatt elmaradt. A Szolnok várhatta pihentebben az összecsapást, mivel mi hétközben Sínyűre utaztunk, ahol vereségünk ellenére kiharcoltuk a Magyar Kupa negyed döntőbe jutást. A kapunkban ezúttal is besekezdett, a védelmet Katona, Talabér, Gengelicki és Dajcs alkotta, előttük Vas Patrik, Schäfer, Borbi és Farkas játszott, a csatársorban pedig Torgelle és Lencse kezdett. Már a találkozó kezdetétől mi diktáltuk az iramot, de az első helyzetünkig egészen a 22. percig kellett várni. Ekkor Gengelicki ugratta ki Lencsét, akinek a lövése a kapufán csattant. 5 percek később Vas Patrik szögletét követően Torgellét buktatták a 16-oson belül, büntető következett. A labda mögé az általában biztos lábú Lencse állt oda, de ezúttal fölélődte a 11-est. A szünet után sem sokat változott a játékképe. Jöttünk előre, a Szolnok pedig foggal körömmel próbálta őrizni a döntetlent. A 82. percben előbb Vas Patrik veszélyeztette Gazsi kapuját, majd egy perccel később Torgelle fejelhetett, azonban mindkét kísérlet elment a kapu jobb oldala mellett. Már-már úgy tűnt, megszakadt hazai győzelmi sorozatunk, de a 90. percben sikerült begyötörni a várva várt gólt. Jakab szöglete után Torgelle elé került a labda, aki szépen kotorta be azt a kapu felső sarkába. Szolnokon hasonló körülmények között sikerült megszereznünk a 3 pontot az őszi szezonban, akkor Repka mentette meg a csapatot a ráadásban, ezúttal pedig Sanyi volt a nyerő ember. A slusszpoén 1 perccel később következett. Jakab lőtte be a kinyíló szolnoki védelem mögé a labdát, amire Lencse ért oda a leghamarabb. Csatárunk türelmesen megnézte, hol áll a kapus, majd higgadtan lőtt a hálóba. Solymosi a találat után rögtön le is fújta az összecsapást, így otthon tudtuk tartani a 3 pontot. Legközelebb kedden az Újpest otthonában lépünk pályára a Magyar Kupa negyeddöntő első mérkőzésén.